Karlovic Kinga vagyok, 2016-ban én voltam a Te Tudod, Én Élem egyik szereplője. Az a pár nap, amit nagy Börzsönyben eltöltöttünk, az, az hihetetlen volt. A dinamikája az egésznek, ami történt. Tehát, hogy ahogy elindultunk onnan, hogy le, már akkor is tök jó, jó volt az egész, meg, meg, meg szerettünk együtt lenni, de lementünk oda együtt egy, csapatember, és a végére valami egész más lett belőle, teljesen megváltozott legalábbis bennem a, a viszonyom a többiekhez attól, ahogy, ahogy kinyíltunk egymásnak, és amit végigcsináltunk abban a pár napba. Igazándiból nekem az volt a legnehezebb végig, hogy mindig az előadások előtt azon aggódtam, hogy nem jön ebbe valaki olyan, akiről én nem tudom, hogy jön, és nem akarom, hogy ott legyen. Tehát, hogy egy olyan, olyan ember, akinek nem akarnám kiteregetni ezt a dolgot, de ez vagy nem történt meg, vagy nem tudom. Pánikszerű félelmet. Az volt érdekes nekem, hogy mennyire meglepődtek rajta idegen emberek, akiket nem ismerek, hogy, hogy itt vannak a gyerekeink, és megnézik velünk együtt, meg utána beülnek a körbe, és beszélgetnek ezekről a dolgokkal velünk, és hogy mennyire meglepett embereket az, hogy őszintén tisztán beszélünk ezekről a dolgokkal, a saját gyerekeinkről is, akik benne éltek ebben. Ez nekem nagyon, nagyon érdekes volt, és, 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 furcsa, hogy ez másoknak miért furcsa. Az ember nagyon-nagyon sokat tanul saját magáról. A, a, folyamat alatt is, mert, mert az ember kénytelen válaszolni olyan kérdésekre, amiket különben nem merne feltenni saját magának, vagy nagyon gyorsan elhessegeti, a véletlenül felteszik. De itt kijönnek olyan dolgok az emberből, amit nem is gondolna, hogy benne van. És, és utána azzal lehet dolgozni. A másik meg az, azok a kapcsolatok, amiket az ember ettől kap. Azok az emberek, akiket megismer és ajándékba kap.